Beszélgető partnerem a témával kapcsolatban, Harag Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Jó estét kívánok, Jó köszönöm, kívánok. hogy elfogadta a meghívásunkat. Itt az adatok elég sokkolóak, én azt javaslom, hogy kezdjünk rögtön az éppen legfontosabb aktualitással, méghozzá az alkotmányozással, hiszen ennek egy része komoly összefüggésben van a népesedés politikával, ez pedig a KDMP által régóta hangoztatott magzat és családvédelem. Azt mondta nem oly régen, hogy a Fidesz és a KDNP abban teljesen egyetért, hogy a gyakorlatilag a fogantatástól kell számítani az életvédelmét. Ugyanakkor azt is mondta, hogy ebből nem következik egyenesen arányosan az, hogy meg kell változtatni az abortusz szabályozás. Miért nem? Hiszen a kettő nagyon szorosan összefügg. Valóban, és ha megengedi egy pillanatra, utalnék az adatokra, amik most derültek ki, hiszen a tavalyi évnek az előzetes adatait a KSH közölte, 130 ezeren haltak meg, és 90 ezeren születtek, tehát 40 ezer a különbség. Igaz, hogy ezt a különbséget némileg pótolta a bevándorlás, viszont ez nem lehet cél, hogy a szülőföldet elhagyják. Ez 28 ezerre mérsékelte ezt a fogyást, de így is még jelentős, és valóban egy kisvárosnak a lakossága. És az is igaz, hogy egy következetes, hosszú távon kiszámítható, biztonságot nyújtó családpolitikára van szükség, mert a demográfusok is azt mondják, hogy csak a biztonság a megoldás. A gyermeknevelés biztonsága, a családélet kiszámíthatósága, és hogy ezt a nagyon fontos célt, ami részben a demográfiai helyzet javítását, részben a családok helyzetének és állapotának a megváltoztatását jelenteni, Valahogy az alkotmányba is rögzíteni kell. Az élet egy csodálatos dolog, és a szülők nagy élménye, amikor gyermek születik. Minnyáján, akik szülők vagyunk, átéltük ezt. Sőt, én merem mondani, hogy aki úgy kell fel reggel, hogy rácsodálkozik a világra, az megérzi ennek a világnak a szépségét. Ezt az élményt átélve minden ember, örül annak, hogy él és szép az élet, és ezt valahogy meg is kell jeleníteni, mert ha ez igazi élmény, akkor a gyermek vállalása is élmény lesz. Egészen természetes, hogy a gyermek a fogantatással kezd fejlődni, és ez az élet, ez a bontakozó élet tiszteletet és védelmet érdemel. A védelem persze egy ilyen állapotú társadalomnál, mint a mai magyar társadalom, azt jelenti, hogy bizonyos mértékig alkalmas arra, hogy védelmet nyújtson. Ezért mondtuk azt, hogy a magzatvédelmi törvény, ami ma érvényes, az nyújt egyfajta védelmet egy mértékig a magzat életnek is, de teljes védelmet nem képes nyújtani. Az, bocsássa, meg, azért is kérdeztem az abortusz szabályozással kapcsolatban önt, mert az MSZP részéről Lendvai Ildikó és azt mondta, hogyha ugye a jelenlegi alkotmányban a születéstől kezdve számítják az életvédelmét, és azt mondta, hogy ha az alkotmánybíróság elé kerül, vagy valaki megtámadja, majd akkor kimutathatják, hogy az abortusz törvény az alkotmány ellenes, ha ezt a passzust elfogadják, amit önök kezdeményeznek. Ez mit szól? Azt szólom, hogy a lakhatási jog is lehet alkotmányos jog. Ebből nem következik, hogy egy hajléktalan azt mondja, hogy ide egy lakást, mert nekem jogom van hozzá. Tehát nem alanyi jogként fogalmazódik meg, hanem állami célkitűzésként tehát védelmet kell adni az életnek, és én úgy szoktam ezt fogalmazni, hogy a mai magyar társadalom erre a védelemre képes, amit ma a magzatvédelmi törvény ad. Tehát nem következik a törvény módosítása, viszont az életvédelme, mint érték ki kell, hogy mondasson az alkotmányba. A másik kérdés, amire utalt az előbb a kérdésében, ez a házasság és családvédelme. Nyilván ez a két intézmény, ami egyébként a jelenlegi alkotmányban is benne van, védelmet érdemel, hiszen ha az adatokat tovább nézzük, ami ma nyilvánosságra került, akkor azt kell mondanunk, hogy mindössze 34 ezer házasságot kötöttek tavaly. Ez elég kevés szám, különösen ha hozzáteszük azt, hogy több mint a fele vállással végződik. A házasság pedig Visszatérve a demográfiai helyzetre, a legtermékenyebb együttélési forma. Tehát nem csupán elvi szempontok, hanem egészen gyakorlati szempontok vezetnek minket abban, hogy a házasság intézményét védjük, és ezzel a családét, hiszen a kettő között az a különbség, hogy megjelennek már a gyerekek egy családban, az egy olyan szeretett közösség, aminek az alapja a férfi és a nő kapcsolata. Na most nagyon jól tudom, hogy ki fogja verni a biztosítékot, az itt itthoni és az európai liberálisoknál, ha azt merjük mondani, hogy a házasság egy férfi és egy nő életközössége. Már pedig úgy gondolom, hogy szét kell választanunk egyfajta együttélési formát, ami a személyes döntés szabadságából következik, amit mi tiszteletben tartunk, és nem akarunk senkit bántani, mert ilyen döntést hoz attól a döntéstől, ami az ember természetéből következik, a férfi és a nő kapcsolatától, tartós kapcsolatától, az egyik az valamiféle közösség, a másik pedig házasság, tehát ne tévesszük össze a kettőt. Egy percünk van, Említette a beszélgetésünk elején, hogy egy következetes, jól kiszámítható család, és hát nyilvánvalóan gazdaságpolitikára is van szükség ahhoz, hogy, hogy a népesedés javuljon Magyarországon. No, de hát ahhoz mégiscsak idő kell. Tehát mennyi idő kellhet a magyar kormánynak, a mindenkori magyar kormánynak ahhoz, hogy mondjuk beindítsa a népesedés politikát pozitív irányban? Nyilvánvaló egy hosszú távú kiszámítható politika kell, ez pedig nem négy év alatt teremthető meg, de elindítani, bizalmat ébreszteni lehet, és hogyha ez a bizalom kölcsönös a kormány és a választópolgár között, akkor folytatódik ez az időszak. Én gondolom, hogy két-három ciklus alatt már érezhető a hatás. Köszönöm szépen, frakcióvezető, hogy eljött hozzánk.